Köszöntöm nézőinket, a fotóalbum mai vendége, Csögre István, nyugdíjas tűzoltó, alezredes. Pista bácsi három albumot hozott ide, ami azoktól, akik fotókkal szoktak ide érkezni hozzánk, meglepő. Ön ilyen rendszerető egyébként? Én is köszöntöm a nézőket. Ennél sokkal több album van, egyrészt mert magam is fotóztam valamikor. Fotószakkört is alakítottam annak idején, a tűzoltó laktanyába dolgozgattunk. Másrészt pedig vannak olyan emlékek, amit most, ahogy így kicsit öregszem, szívesen előveszem. Mi? Hát így készültek ezek az albumok is. Mindegyik album egy-egy valamilyen hozzám kötődő történetnek a sorozata. Említette, hogy fotószakkört is létrehozott, összehozott a tűzoltóságnak. Az ön számára mit jelent a fotózás, mit jelentett a fotózás? Egyáltalán miért szerette, vagy szereti csinálni ma is? Hát ennek két oka is lehet. Az egyik, hogy szeretem a szépet, és azt szeretem megörökíteni. Másrészt szeretem a történetet, vagy a történelmet, hiszen 28 éve levéltárba kutatgatók, így jelentek meg különböző könyvek, és abba mindig illett, és mindig is helyeztünk el fotókat. Azok egy jó részét magam csináltam, más több részét pedig úgy készítettük valahol. Amiket hozott albumokat, ezek mind a munkájáról szólnak. Igen, kapcsolódnak munkánkhoz. Az egyik album 1986-ban országos tűzoltó versenyt rendeztek Szekszárdon. Ez azért is fűződik hozzám, mert én már nyugdíjképes voltam a felső korhatár elérésével, de budapesti kollégák rábeszéltek, hogy segítsen még megcsinálni ezt a versenyt, megszervezni, megszerveztük, és 1986-ban rendeztük ezt a versenyt. Országos versenyről van szó, ez azt jelenti, hogy az ország minden megyéjéből jelentek itt meg tűzoltók, tűzoltóságok. Rendeztünk egy nagyon szép felvonulást itt a fő utcába, ahol a legrégebbi tűzoltókocsiktól a akkori legújabbig mindet bemutattuk. Tehát a lóvontatású kocsi mozdonyfecskendőtől kezdve a 1921-ben készült Rába kis tűzoltó autóig. Én itt lapozom közben az albumot, annak a sarkát látják a kedves nézők egy picit. Itt rengeteg, tényleg rengeteg kép, rengeteg fotó van ebben az albumban, ami említett felvonulásból és versenyből áll. Ezek a versenyek, ezek mit jelentenek a tűzoltóknak? Nagy hagyománya van a tűzoltó versenyeknek, hiszen ahhoz, hogy tökéletes legyen a tűzoltás, fel kell készülni. Tehát el kell kezdeni, mi úgy szoktuk mondani, hogy a tömlőgurítással. És megtanulták a fecskendő megszerelését, akkor az erejüket úgy mérték össze, hogy versenytek. Először csak úgy, hogy egy-egy csapat, vagy két csapat. Később bővítették, ahogy a fecskendők száma, meg a technika minősége változott, úgy a verseny szelleme, meg a verseny formája is változott. Ebben a tűzoltó versenyben vannak ilyen akadályversenyek is, de leginkább a tűzoltó fecskendőt kell tudni gyorsan és pontosan megszerelni, ahhoz, hogy adott tűz esetén beavatkozzanak. Gyakorlatilag itt ez történik. Majd visszatérünk ide még a könyvének bemutatásakor, hiszen több kiadvány is megjelent. Itt ez a legutóbbi, ugye, amiben a szekszárdi tűzoltóság története 1873-1998-ig. Nagyon sok technikai eszköz szerepelt ezen a 86-os bemutatón. Mit tudunk egyébként a fejlődésről, itt a képeken látszik azért, hogy mi minden zajlott le a tűzoltóság életében már, mint a technikai fejlődés területén is, és hát ön előszeretettel kutat ezek között is, hogy mi minden történt az elmúlt évtizedekben, illetve még korábban. Mennyiben változott a tűzoltás? Gondolom nagyon. Hát főleg a technika változott, ugyan hát... Ha onnét indulunk ki, hogy az ember kezdetben ösztönösen védekezett a tűz ellen, ösztönösen hordta a vizet, ha valami égett, az általa féltve őrzett kis területen pusztítani kezdett, aztán később föltalálták a vízipuskát, ami nem egyéb volt, egy ilyen kis hengerben mozgó dugattyú, olyan, amit húsvétkor még az én gyerekkoromban csináltunk. A vízipisztoly típusú? Igen, de hát az bodzapuskából készült, és akkor felszívtuk a vizet, és akkor fecskendeztük a lányokat. Na most hát később aztán még fejlettebb lett, úgynevezett gólyanyagú fecskendők, valaki jár a Bonyhádi Múzeumban, mindezek megtalálhatók. Aztán még később föltalálta egy holland ezeket a tömlőket, amiket ma használunk.
ezzel már közelebb kerültek a tűzoltásához, és akkor fecskendőkbe is ugyanis egész tűzoltó gyárak jöttek létre, külföldön, belföldön egyaránt. Lóvontatásúak voltak. Igen, itt ez a másik album, amiben tulajdonképpen ez a történeti összeállítás van. Valahol a lóvontatású fecskendő, aztán nem tudom, hogy hol lesz majd a vége, de szóval elég sok állomása volt. Igen. Hát azoknak a fecskendőknek is sokféle típusa volt. Aztán, amikor már a motorikus berendezéseket feltalálták, akkortól gépjárműveket is alkalmaztak, de ezt is megelőzte a gőzfecskendő. Gőzzel működő fecskendők. Mert ezek a lovas fecskendők, ezek kézzel működtek, tehát pumpálni kellett. 4-5 ember nekiállt és pumpálta a vizet a tűz oltásához. Amikor már a gőzfecskendőket elkészítették, az már egy modernebb valami volt, egy ragyogó dolog volt, de mindig fűteni kellett. Hát főleg Budapesten voltak ilyenek. Ennek még egy hátránya volt, hogy ha elmentek valahol tüzet oltani, visszafele pedig azt a tüzet kellett eloltani, amit odafele a kipotyogó parázsa, avart, ahogy meggyújtottak. De ettől függetlenül azért nagyon modern eszközök voltak, aztán amikor már motorikusok is jöttek, ott egyik albumban láthatunk egy 1921-ben készített kis rába fecskendőt, megvan még a Tűzoltó Múzeum tárolja, még itt a utcánkon 86-ban végig pöfögött, déreget, durogott, de azért szépen végigment. Aztán később magyar, 45 után magyar fecskendőgyártásra álltak rá, volt egy öreg mávak fecskendő, szintén megtalálható ott, aztán Csepel gyártmányú fecskendő sorozat, azt most pedig legújabban külföldre hoznak be. Most rájöttek arra, hogy szükségtelen Magyarországon ezzel foglalkozni, amikor olyan gyár, mint a Rába Rosenbauer gyár, amelyik nem tudom hány évtizede vagy évszázada óta foglalkozik, ilyeneket hoznak most már be. Mercedes Alvázon, Rába Rosenbauer, vagy a Rosenbauer felépítménnyel, ezek vannak most már, Szekszárdon is most vásároltak ilyen fecskendőt. Többször említette a Tűzoltó Múzeumot, egy album, ami a Tűzoltó Múzeummal kapcsolatos. Igen, hát hozzáteszem, hogy ez a legkedvesebb a számomra. Tudnék, 1960-tól kezdték megszüntetni a községi tanácsokat, összevonni. Közös tanácsokat hoztak létre, ezzel egy időben a becsatolt községben megszüntették az ottani önkéntes tűzoltóságot. Az ott lévő fecskendőket egyszerűen kidobálták, vagy a méhtelephez elvitték. Én aztán elkezdtem gyűjtegetni, és amikor már közeledett a nyugdíj, akkor gondolkodtam, hogy most mit tegyek, hova tegyem ezt a sok szép fecskendőt, Pakson. Akkor már megvolt az új tűzoltó laktanya, helye nagy körül volt kerítve, oda tároltam, meg ilyen kisebb relikviákat is gyűjtögettem, vitrineket készítettünk, a folyosó végig volt már rakva. Nyugdíjban megyek, mi legyen vele. Végül Vörsön jártunk, mi ez Somogy megyében egy kis község, ott akkor hoztak létre egy csinos kis tűzoltó múzeumot. Annyira tetszett, hogy ott beírtam a könyvbe, hogy ha Tolna megyében lesz tűzoltó múzeum, akkor innét van az ötlet. Hazajöttem elő, Pakson próbálkoztam, nem ment, elmentem Bonyhádra, ottani tanácselnök, meg a tűzoltók is úgy álltak hozzá, hogy két épületet megmutattak, egy régi magtárt, meg egy másik épületet, a magtárt fogadtuk el, de romba volt, társadalmi munkából teljesen rendbe tettük, egy födémet kiemeltünk, szépen belmérete 5,60 m magas, és annak megfelelően berendeztük, oda helyeztük el ezeket a fecskendőket. Amikor már ez a nagy épület kész volt, akkor felajánlották, hogy az épület mögött, tehát a magtár mögött volt a valamikori tulajdonos családi kis háza. De az is romos volt. Ha gondoljuk, bontjuk le, és akkor ott is építhetünk valamit. Hát oda pedig valamikor Hőgyészen volt egy nagyon csinos tűzoltó szertár, az mindig tetszett nekem ott a patakparton, az útszélén a patakparton. Azt mintáztuk meg, és úgy, ahogy az ott volt, úgy egy az egybe fölépítettük, és a még meglévő fecskendőket szépen oda behelyeztük. Úgyhogy nagyon szépen néz ki az a... Ez ma is létezik, tehát egy létező múzeum. Milyennek mondjuk a jelentősége? Miért jó, hogy van, vagy sikerült létrehozni? Hát én nem tudom, a történeti jelentősége van különösen. Tehát sikerült olyan értékeket megőrizni, persze, amik ma már elkallódtak volna. Nagy érték van ott fecskendőkben is, meg ilyen relikviákban is, nagy érték képekben is. Tehát lényegében végig vittük a középkortól a napjainkig az ott történteket. A galéria részén pedig a bonyhádi önkéntesekről van régi zászló, amit kaptak még a
Percelné volt az ászlóanya, meg a lányai voltak, a koszorús lányok, ez mind ott látható. Gyerekeknek elhozzák őket, nagyon szép, külföldiek sokan látogatják. Tudnék, akár tagadjuk, akár nem, azért a nyugati országokban sokkal nagyobb kultusza van az önkéntes tűzoltó mozgalomnak, mint nálunk. Úgyhogy most kezd egy kicsit épülni ez a régi önkéntes tűzoltói mozgalom. Szövetségünknek éppen egyik feladata az, hogy ezzel foglalkozzunk. 8 éve működünk, azóta 11 helyen alakították újjá megyébe a önkéntes tűzoltóságot. Gyerekek tanulhatnak, tehát szép is, látványra is szép. Aki még oda benézett vagy elment, mindenki csodálkozott. Hogy annak idején, amikor elkészült, és ott az Esperes apátúrral úgy nézegettük, aztán valaki azt mondta, hogy mi a tűzoltóknak csináltunk templomot. Mondom, igen, ez a tűzoltók temploma. Tényleg úgy néz ki. Említette itt az önkéntes tűzoltók szerepét, illetve azt, hogy Nyugat-Európában és a világban, tehát jobban elismerik talán, hogy nagyobb kultusza van az egész tűzoltóságnak. Vajon mi lehet az oka? Hiszen nálunk is azért nagyon régóta létezik tűzoltóság valamilyen formában. Majd belenézünk ebbe a könyvbe, amiben aztán nagyon sok érdekes dolog le van írva. De vajon miért van az, hogy mondjuk ott elismertebb? Hát egyrészt ide Magyarország területére is nyugatról jött. Ott hamarabb voltak készek, hamarabb hozták létre, hamarabb találták föl. Másrészt pedig, én nem tudom, de talán valahogy másképp gondolkodtak, mint mi magyarok. Hát a németekkel van kapcsolatunk, a Maitauberi Tűzoltó Szövetséggel van egy együttműködési megállapodás, róluk tudunk többet, vagy tőlünk tudunk többet. Ott is végrehajtották ezeket az összevonásokat. Tehát ott is körzetek alakultak ki. Ott is vannak becsatolt községek. Mindenféle más szervezetet, ami fölösleges volt, megszüntettek, de a tűzoltóságot mindenütt meghagyták. Tehát ott nem tudom én, ott régi jelmondat, ez itt nálunk volt régi jelmondat, hogy becsület és dicsőség dolga, ott tényleg a tűzoltás az, vagy a tűzoltóság az. Egy kis településen szállásoltak el bennünket, becsatolt község volt, olyan 900 lakósa volt, 2 fecskendő állt a szer. Na most persze ők azért anyagilag is jobban állnak, mint mi, tehát mindenképpen, és 70 tűzoltója volt, önkéntes tűzoltó. Ami azt jelenti, hogy valahol dolgozik, riasztáskor a nála lévő csipogó megszólal, és mennek szépen tüzet oltani. Nagyon sok mindent sikerült felkutatni a szekszárdi tűzoltóság történetében. Mi az, ami mondjuk olyan adat, vagy olyan információ volt, ami csak ebben a könyvben létezik így együtt? Mondom, sok minden. Hát 2 dolgot is meg tudok említeni, amit ebben a könyvben van. Lényegében ez volt a 9. ilyen kiadvány, amit vagy közösen írtunk meg, vagy esetleg egyedül is. Ez volt a legnagyobb, ami elkészült, hiszen most tavaly volt 125 éves a szekszárdi tűzoltóság, de ez a könyv ez nem csak Szekszárdot tartalmaz, hanem a megyét is, meg országos adatokat is tartalmaz. Amit én ebből meg szeretnék említeni, az országosból van ott egy színes képsor, a Magyar Tűzoltó Szövetség, amelyik 1870-ben alakult, Gróf Széchenyi Ödön volt az elnöke, 1886-ban adta ki először az 5-10-15 éves szolgálati érmeket, az már ott van, akkor ilyen királyi díszérmet rendszeresítettek a tűzoltó munka elismerésére, és akkortól kezdve a napjainkig, ami tűzoltó kaphat elismerést, tehát ilyen kitüntetés formájában elismerést, az ott mind megtalálható benne. A másik dolog a szekszárdi, több leírom ott, főleg a könyvnek az elején, hogy Szekszárd többször is leégett. Most hát 1794-ben égett le egyszer, ezzel már többször foglalkoztak más történeti írók is, mert hiszen a Szekszárd építése tulajdonképpen másodszor akkor kezdődött. Korábban úgy épült, mint akar, melyik másik település, náttetős házak voltak, sással, náddal fették az épületeket, ezért elég volt egy icipici kis tűz, meg hozzá egy kis szél, és egész utcasorok égtek le. A második nagy égéssel inkább azzal foglalkoznék, 1826-ban a református negyeden keletkezett tűz, a mai református templom környéke, egy 12 éves gyerek arra volt kíváncsi, hogyan ég a szalma, kivitte a parazsat, bedobta, meggyulladt, és az erős szélbe több mint 600 ház égett le. Ez egy elég jelentős tűz volt. Hogyne, a templom tornya, templom is megsérült.
Ezt a gyereket vasra verték. Ez azt jelentette, hogy egyik csuklójára és az ellenkező lábára tettek vaspántot, ezt lánccal kötötték össze. Ez a 12 éves gyereket bíróság elé állították, és nagyjából úgy szól az ítélet, az is ott van a könyvben, kézzel írott még, hogy magának érdemlett büntetéséül, másoknak okulása céljából a hóhér pallosa által az élők számából kitöröltetni rendeltetett, vagyis pallos által halálbüntetésre sújtották. Most akkor minden ilyen halálbüntetést fel kellett terjeszteni a magyar királyi táblához. A magyar királyi tábla megkegyelmezett, de egy éves fogvatartást rendelt el. Egy évig az a gyerek éjjel-nappal abban vasba volt, és minden vertáj esztendőben, vagyis negyedévenként 25 botot vertek rá. Ezt úgy találtam meg itt a levéltárban, hogy a bűnügyi iratokat dobozba mutatóságát rendelkezésre úgy kutattam, és így találtam végül. Mennyire lehet megtalálni ezeket a Elég sok anyag van, bár Szekszárdról van némi nemű hiány, mert 1944. november 29-én az akkori polgármester a város iratait berakatta a tűzoltó kocsinak a tartályába, meg a pénzt magához vette, és elindultak nyugatra. Uh-huh. Végül Pápáról a két tűzoltó gépkocsi vezető megszökött, a kocsikat ott hagyta, tehát azok az iratok, azok valahova eltűntek, azok uh-huh. nem találhatók. De azért az alispáni iratok között, meg a korabeli, ugye 1870-től van Tolna megyében sajtó, és azt épp az akkori tűzoltó főparancsnok Boda Vilmos, ő volt a főszerkesztő és a laptulajdonos, úgyhogy elég sok cikk jelent meg. Tehát ott végig kellett lapozni 1870-től napjainkig az összes megjelent újságot, és onnét a cikkeket szépen kiírogatni. A harmadik fejezet így kezdődik, hogy megalakul a szekszárdi tornász tűzoltó egylet. Miért tornász? Igen, a szekszárdi tornász tűzoltó egylet. Ennek két története is van. Az egyik, hogy 67-es kiegyezés előtt nem nagyon tetszett az akkori uralkodóknak, hogy egyenruhások jelennek meg, ezért valamilyen civil formát kellett neki adni, és ezért is betették a tornász kinevezést, vagy elnevezést. Még egy is, hogy hát a tűzoltónak ugye nagyon komoly fizikai erőlétre van szüksége, edzeni kell, ezt teszik is egyébként ma is, a mai tűzoltóknak is van rendszeresen ilyen torna, fölkészítő torna, és ezért tették oda be, hogy tornász tűzoltó egylet. Említette itt, hogy jelenleg is azon munkálkodik, hogy az önkéntes tűzoltóság méltó helyre kerüljön, illetve hát, hogy egyáltalán létezzen, legyen, és minél többen legyenek. Ez nagyon fontos dolog. Igen, hát 8 évvel ezelőtt alakult újjá a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség, akkor elnökeként választottak, és egy nagyon fontos cél tűztünk ki. A magyar alkotmányban van egy ilyen szöveg, hogy minden állampolgárnak joga van a biztonsághoz. Ezt mi tűzoltói vonalon úgy értjük, hogy minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogyha kigyullad a háza, vagy bajba kerül, akkor időben érkezzen a segítség. Na jelenleg az alkotmánynak ez a kitétele a vidék területén nincs biztosítva. Ugye említettem azt, hogy megszüntették az önkéntes tűzoltóságot, bár 45 után, sőt egész 1960-ig minden településen, mind a 106 vagy 109 településen volt helybe önkéntes vagy egyesület, vagy pedig úgy hívták, hogy köteles tűzoltóság. Ez a 60-tól ezzel az összevonással megszűnt. Maradt a megyébe Dombóváron, Szekszárdon hivatásos tűzoltóság vonuló egységgel, később alakult Pakson. Tehát pillanatilag Tolna megye területét ez a három tűzoltó parancsnokság látja el, illetőleg egyjött hozzá tavaly januártól a tolnai önkéntes tűzoltóság ilyen testületi alapon kezdett el működni, így most a Bogyiszló, Fácankert, Mőzs, Tolna térségében ők vonulnak elsőnek, az összes többi helyeken pedig az a általunk is segített, meg helybe is, persze a helyi önkormányzatok által létrehozott tűzoltóság működik. Azt mondom, hogy a megyében 106 település van, ebből 17 olyan település, ahol helybe van valamilyen tűzoltói védelem, a többi helyen nincs. Tehát, hogyha tűz keletkezik mondjuk Udvariba, akkor elindul Szekszárdról egy fecskendő, az körülbelül 40 kilométer, amíg az oda nem ér, addig hát ott valami ég. Na most azt mondjuk mi, és ezt bizonyították kutatóink, hogy akar mennyire sziréna kéklámpa használattal vonul egy tűzoltó fecskendő,
percenként 1 kilométer utat tud megtenni. Tehát aki ki akarja számítani, hogy mikor érkezik meg hozzá a segítség, akkor azt kell tudnia, hogy a legközelebbi hivatásos tűzoltóság, amelyik oda van irányítva, van egy ilyen miniszteri rendelet, az milyen távolságra van. Tehát pillanatilag úgy van a védelem a megyébe, hogy a Szekszárdnak van közel 60 település, ahova vonul Hidastól, egész Szárazdig, majdnem Keszőidekútig. Aztán arra Simontornya, Keszőidekút, azon a részen, Pincehelyen, oda Sárbogárdi hivatásos tűzoltók vonulnak, akkor a Iregszemcse, Magyarkeszi, ott azon a részen a siófokiak vonulnak, akkor erre a Pári, Tamásiról pedig a dombováriak vonulnak. Ami egy picit segít, hogy Tamásiban van elég jól működő önkéntes tűzoltóság, ők azért besegítenek. Van Bonyhádon, van Bátaszéken, Gyönkön, Bölcskén, Dunaföldváron, tehát ezek az nagy dorogon, ezek úgy besegítenek, de hát azon a nyugati részen ott bizony nagyon kevés. Most Kurdon nagyon szépen följöttek már, tegnap vettek át a dombováriaktól egy ilyen IFA fecskendőt, amivel tovább javult a szerállományuk, és bízunk abba, hogy az a térség is egy kicsit, ott is javul a tűzvédelem vagy tűzoltói helyzet. Azt hiszem, ez nagyon fontos dolog, hiszen itt perceken nagyon sok minden múlhat. Igen. Életek és értékek. Mi azt mondjuk, hogy ha valahol valami 40 percig ég, akkor tűzoltói nyelven azt szoktuk mondani, hogy ott már csak az utómunkálatokra van szükség. A könyvében különböző tűzeseteket említ. Van-e olyan az ön életében, amikor aktívan dolgozott, hogy amire visszaemlékszik, hogy szóval a tűzoltóság vagy a tűzoltók olyat tettek, vagy valami emlékezetes esemény? Hármat is tudok említeni. Az egyik, én úgy estem át hivatásos tűzoltóként a tűzkeresztségen, hogy bázakeretjére kerültem akkor a Makói Újonc iskoláról. Még akkor este szolgálatba állítottak bennünket, még akkor este 9-kor kigyulladt egy tankállomás. Ugye az olajtelepről van szó, és a földből följövő olajat ilyen tankokkal melegítették, és nyomták Budapestre. Na, egy ilyen gyulladt ki. Na most menet közben magyarázták el ott a kollégák, hogy nem sok idő át rendelkezés, hogy nagyjából elmondták, hogy te vagy a tűzcsapkezelő, úgy ismered meg, hogy hol van a tűzcsap, ilyen nagy táblára ki van írva. Aknában van lent a tűzcsap. Mindent így elmondtak, csak azt nem mondták el, hogy az akna lehet, hogy félig van vízzel. Na most ez február 2-án volt, és oda leugrottam én, akkor vettem észre, hogy félig van vízzel, azért rátettem a tömlőnek a végét, rácsatlakoztam, tehát eloltottuk, sikerült a tűzoltás, de persze nem csak úgy estem át a tűzkeresztségre, hogy tüzet oltottam, hanem a víz is. A másik pedig akkor tisztiskolás voltam, amikor az operaház égett, a színpadi rész égett. Egész iskolát riasztották ilyen nagy tüzekhez, és akkor éjfél körül volt a riasztás, és én előtte 2 évig teljesítettem szolgálatot a 13. kerület, a Teve utcában. Ott volt a laktanyánk, ahol ez az rendőri üvegpalota épült végül is. És hát mivel ott teljesítettem szolgálatot, így ismertem a 40 méteres létrát. És amikor kiérkeztünk, mindjárt azt kérdezték, hogy ki ismeri, ketten voltunk. Jó, akkor maguk itt fölmennek a tetőre, gerincre, egy sugárral, és ott védik, hogy a tűz ne menjen tovább. Úgyhogy mi este ugye 1 óra körül fölmentünk oda gerincre, körözbe tettük a lábunkat, a 4. emelet úgy alattunk volt, és ott oltogattuk a tüzet, reggel 7 órakor jöttünk le. Aztán még egy dolog volt, akkor még nem volt szabad elmondani, most már eltelt 40 év talán, vagy 30. Ugyancsak még iskolás voltam, 52. szeptember 8-án van egy ilyen Mária napi ünnep. Ezt akkor még úgy tiltották, hogy ne ünnepeljék, de azért mégis ünnepelték. Érdekes, hogy ma már például nem nagyon ünneplik. Ezen a napon riasztottak bennünket Duna Keszire, az erdőbe egy lőszerraktár volt, és az robbant föl. Na most először úgy szereltük a tömlőt, hogy előbb 16 önként jelentkező szerelgettük, de vagy 2 kilométer hosszan gurítottuk ki ezeket a tömlőket. Végül is aztán, mire odaértünk, fölbátorodtunk, puffogott, pattogott, megsütötte kezünket az a golyó, de... Volt olyan, hogy félt, Pistovács? Hát ott egy picit úgy, nem is akkor mindjárt, mert úgy akkor nem gondolkodtunk. Iskola parancsnok, egy nagyon szerettük a Sanyi bácsit, az ment elől, és mi megmentünk. Végül már 8-an maradtunk, csak már ahogy közeledtünk, úgy mindig kevesebben voltunk. Pattogott, de úgy hozzászoktunk. És akkor a falon, csak a falak álltak. Falon átlöktük a
tömlőt, sugárcsővel rányomattuk, akkor azon a helyen szűnt a pattogás. Na most, amikor befejeztük az oltást, hát ugye mire a többiek jöttek, mi már nagyon bátrak voltunk, hogy ugye, láttuk, hogy félnek, akkor egy ávos százados közölte, hogy nagyon szép munkát végeztünk, mert a földszíne alatti részen trotil van. Ha oda lemegy, akkor ugye... Na és akkor gondoltam végig, hogy akkor én egy hónappal álltam az esküvő előtt. Gyűrű az ujjamon volt. Mondom, mi történt volna, hogyha tényleg elrobbanunk. Ugye ez a két ilyen tűz volt. Műszaki mentésnél is voltak ilyen olyan. Mikor a 100 forintos úgy volt egy időben, nem tudom már pontosan az évszámot, szilveszter napján kifutott egy ilyen, hogy megszűnik a 100 forintos. Mindenki vásárolt, minden. Csillártól kezdve, létre, minden. Közben olmos eső esett reggel, fagyott rá, és az emberek hullottak le villamosról, villamos elé, úgyhogy reggel 7:30 kezdtük a reggelit, de délután 13:30 még nem fejeztük be, mert ott sorba Váci úton, ugye Teve utcában voltam, tehát ott a Váci úton végig a nyugati pályaudvartól egész ki Újpestig mi állandóan mentünk, a fejét levágta, kezét levágta. Szóval nem olyan gusztusos látvány ez, de az, szóval ilyen is volt. Egy esetben nagyon megrázott egy dolog, azt hiszem 25-ös villamos akkor még bement a Városligetbe, egész ott bent volt a végállomása, oda riasztottak bennünket, hogy egy kislányra rácsúszott a villamos, egy olyan 5-6 éves kislány volt, és akkor ilyenkor mindenkinek megvan a saját feladata, ilyen olajemelőt tettünk ugye a villamos alá, megemeltük, megvan, hogy ki az, aki bebújik, ki adja, ki az, aki átveszi és viszi a mentőhöz. Hát én voltam az, aki a kislányt átvettem, élt a kislány. Nem is nagyon látszott, a ruhája úgy meggyúródott, meg, de más úgy nem, és akkor fogta a nyakamat, és azt mondja, hogy tűzoltó bácsi, ugye nem halok meg. Ó, mondom, nem, ne féljél, mindjárt vittem oda mentő az odaértem. Egyszer így elhagyja magát a kislány. És akkor mindjárt ugye vizsgálták, élezgették, kész, meghalt. Na hát én 2 hétig nem tudtam teljesen rendbe jönni. Köszönöm, csodálom. Vannak veszélyhelyzetek? Tehát sokszor kerül a tűzoltó veszélyhelyzetbe? Vagy került régebben? Hát én azt hiszem, hogy ma is, mert most úgy kell elképzelni, hogy kigyullad egy egyszerű parasztház, amelyikben nem tudjuk, hogy hány darab palack van, és az mikor robban föl. Vagy ez a vezetékes gáz is, ugye most oktatjuk az embereinket, ugye, hogy ha tűzoltás mielőtt megkezdődik, gázt elzárni, elektromosságot, áramtalanítani, és a többi. Tehát ezerféle veszély. Sokkal több veszély van ma egy épületben. Régen ott volt a nádasház, tudták, hogyha nem tudja megvédeni, akkor a következő ház is ki fog gyulladni. Sőt, a tűzoltást akkor se fecskendő nem volt még ilyen, se úgy csinálták, hogy lebontottak egy épületet, valahol közbeeső épületet, és akkor az éghető anyag eltűnt, nem tudott tovább menni. Úgyhogy de viszont akkor még nem voltak gázpalackok, nem volt ilyen veszély, mint most. Most arról nem is beszélve, hogy ha kigyullad egy egyszerű bérház, vagy ilyen panelházba kigyullad egy lakás, az ott lévő műanyagokból 6-7 féle gáz keletkezik. Tehát ezért van az, hogy sokszor egy-egy ilyen tűznél bódult állapotba jönnek az emberek, 2-3-szor beleszippant abba a füstbe, akkor már gond van, hát ez a tűzoltókat is ugyanúgy veszélyezteti természetesen. Veszélyes foglalkozás, az biztos. Egy picit eltértünk a képektől, de a lényegnél maradtunk, azt hiszem. Pista bácsi, köszönöm, hogy bejött ide a stúdióba, és hát további jó munkát kívánok. Hát én is köszönöm, és önöknek is jó munkát kívánok. Kedves nézőink, eddig tartotta a Fotóalbum mai adása, én elköszönök, viszontlátásra!